Magyarország nem csatlakozik az Oroszország elleni energetikai szankciókhoz, ezt erősítette meg a miniszterelnök. Az ellenzék külpolitikai szakértője pedig úgy látja, hogy az orosz elnök ukrajnai győzelme hidegháborús helyzetet idézne elő. Bár az Ukrajna elleni háborút tegnap a brit és a magyar miniszterelnök is elítélte, a szankciókat illetően maradtak nézetkülönbségek. Annak ellenére, hogy a hvg.hu kérdésére Boris Johnson világos választ adott. Victor was very clear that he stands completely behind a united position on sanctions and in ensuring that Putin must fail. Viktor teljesen egyértelműen megmondta, hogy támogatja az egységes álláspontot, ami a szankciókat illeti. Valamint azt, hogy el kell érni, hogy Putyin kudarcot valljon. A mondat második felét úgy is fordították, hozzájáruljon Putyin bukásához. A kormányfő nem akarhatta az orosz elnök bukását, az ellenzék külpolitikai szakértője szerint. Szent Iványi István úgy látja, Orbán Viktor alkalmazkodik, de továbbra is kétarcú és reménykedik az orosz kapcsolatok további erősítésében. Ugye az ő érdekük az alapvetően az, hogy ez a háború ebben a formában ne sikerülhessen, hiszen ha Putyin győz, akkor ez nyilvánvalóan teljesen bemerevíti a kelet-nyugati kapcsolatokat, és akkor ez a fajta kétarcúság, kétkulacsosság nem játszható tovább. Tehát akkor ez egy új hidegháborús helyzetet fog előidézni. Az Oroszországgal kötött hosszú távú gázszállítási szerződéseket a miniszterelnök politikai eredményként és személyes sikerként adta el a nyilvánosság előtt, mondja Latmann Tamás. A nemzetközi jogász szerint majd a konkrét szavazáskor derül ki, hogy megfelele a szövetségesi elvárásoknak, vagy a saját belpolitikai vonalát viszi tovább. Ez politikailag nagyon fájdalmas élmény, hogy ő ennek tudatában mit ígér akár Boris Johnsonnak, akár bárki másnak, ez egész addig nem sokat ér, amíg ténylegesen szavazásra nem kerül a sor mondjuk az Európai Unió tanácsában. Magyarország nem szavazza meg az energiaszektort érintő szankciókat, erősítette meg Orbán Viktor a mostani megbeszélései után. Ez Magyarország számára elviselhetetlen terhet jelenteni, ezért nem lehet szó arról, hogy mi csatlakozzunk ezekhez a szankciókhoz. Továbbra is szükségünk van a gázra és olajra, amely Oroszországból érkezik. Arra kérdésünkre, hogy Boris Johnson korábban idézett mondata Putyin kudarcáról valóban a magyar kormány álláspontja-e, a Kormányzati Tájékoztatási Központ azt írta, a magyar kormány álláspontját a magyar kormány szokta ismertetni.